Kurvája csúcs! Nagyon fasza, nagyon király! Imádom! Ezt tudjuk, hogy kitűnő DJ Budai. Az örökké mosolygó DJ Budai. Az Imre egy olyan kontaktot tud teremteni a közönséggel, a mosolyával, a közvetlenségével, ami barátságos szül. A mosolya, az örök mosolya, az meg önmagáé beszél. A DJ Budai neve a ország szerintem minden pontján ismert. Én egy nagyon kedves, jókedélyű embernek tartom. Nekem is ugyanolyan nagy dolog meghallgatni őt játszani a mai napig, mint adott esetben egy rajongónak. Ő egy olyan ember, akit a közönség szeret, és ezáltal, aki ebben a szakmában annak muszáj szeretnél. És valahogy nem tudom miért, de ő mindig újjá tud születni. Ő abszolút a megújulások embere szerintem. Sok szép emlékem fűz az IMI játékához. Nagyon-nagyon fiatal koromban elkezdtem már zenéket hallgatni, és intenzíven. Az volt a lényeg, ami nagyon megfogott, hogy új legyen, és mindenféleképpen ilyen elektronikus és jól szóljon, mert akkor az fogott meg igazán, hogy jól szólt egy zene, a hangzása erőteljesebb volt, mint mondjuk egy akkoriban ilyen gyengébb akusztikus zene. Az elektronikus zene fogott már akkor is inkább meg. Direkt korábban lementem, 2 órával. És még nem jött az üzletvezető, az így csak azt látta, hogy megérkezem, hát ő megérkezik, és látja, hogy mi ez a fénylen. És akkor közlöm vele, hogy hát én már 3-4 óra itt vagyok, és ott gyakoroltam magamban, ott felkapcsoltam a lámpákat, és ott nyomattam plusz még az este. És így indult igazából, hogy zenéltem 10 embernek. Ez tök érdekes, és soha nem vágyottam arra, hogy most közönség előtt játszak. De nem is tudom, ez ilyen fura. A zenélés utáni vágy hajtott meg a mixelés, a technika, ami DJ Pultban volt. Az vonzott mindig egyébként, amikor lementünk egy klubba, mindig azt figyeltem, hogy a technika hogy van, hogy kever a DJ, hogy mixel, hogyan szól a zene, ez vonzott engem igazából nagyon. De imádtam csinálni, tehát így nagyon jó volt egymásra keverni a zenéket, kitalálni a mixeket, melyik zenére mi megy, figyelni így a harmóniákra, a mixeknél, hogy mire kell figyelni. 93-ban volt az első DMC, ha jól emlékszem, akkor ilyen rettenetes lófarokban megjelent egy ember, nagy vörös hajzulatokkal, csak arra emlékszem, hogy mosolygott. És mindig mosolygott, és miközben játszott, ilyen, az nagyon jó érzés volt. Akkor úgy gondoltam, hogy ebből a fasziból lesz valami. Mi időszakunkban változott a diszkózás, nem vendéglátós tevékenységé, hanem egy gyakorlatilag most ez nyugodtan mondhatjuk azt, hogy szerintem valamilyen formában egy művészeti ágá. A diszkózásnak a pozíciója, vagy az elfogadottsága változott így meg, és hát ez hozta a zenei váltást is, és akkor jöttek ugye a kezdeti ilyen house és techno, vagy house alapú muzsikák. A Margit Híd diszkóval lejárt 2 srác, akik már befutott DJ-ek voltak, Jutasi Tamás és Lendvai Péter, és a Haligali, ahova mentünk utána, rájuk épült. És ők is kerestek olyan fiatal DJ-t, aki segít nekik az elejét, meg csinálni a végét, vagy hogyha nekik el kell menni, akkor be tud valaki ugorni, és elajánlották a lehetőséget, hogy mit szólnék hozzá, hogyha azt, hogy elvállalnám én, persze, ez tök jó dolog, tök jó, és nagyon szívesen, és örültem neki nagyon. És akkor az már egy kicsit magasabb szint volt, mert ott már volt teltház is, hát ott már nagyon sok embernek lehetett játszani. Ami meghatározó volt, az a Hisztéria, szintén Jutasi Tamással. Hát az a klub az már elég erőteljesen a technóra épült. Hát úgymond technóra, az akkori technóra, ami alatt értünk ilyen korai olasz technopróbálkozásokat, lásd Ramirez. Német technopróbálkozások, amik kicsit akkor még undergroundnak szántottak, ilyen United Six. Akkor nem is tudom, mik voltak, csomó ismeretlen. Az a lényeg, hogy ilyen elvetemült kemények voltak.
És ott volt például az, hogy egész ez a mentes stroboszkóp például már hát ez ilyen újnak számított. Meg az egész belső dizájn ilyen fémes volt, alumíniumos volt. És az volt a következő állomás, igazából ahol lehetett már iteknozni. A következő nagy meghatározó dolog az pedig a Flirt volt. Ami amikor megnyitott, akkor az elejétől fogva ott voltam, oda Erdély Zoltán révén kerültem be. Első alkalommal egyből a legmodernebb, akkori legmodernebb pultba sikerült játszani. Ez pedig két technislemez játszott, és egy legnagyobb dinakot keverő. Ez nagyon-nagyon ilyen magas szintűnek számított abban az időben. És hát egy-két dolgot megmutogatott, de azelőtt én már kifigyeltem a DJ-ket, mondjuk a Fortunával, hogy ott hogy játszanak, hogy mit játszanak, és akkor ilyen autodidakta módon elkezdtem kevergetni. Ha most a szakmai részét nézzük, nagyon izgalmas. Tehát zenéleg abszolút izgalmas a dolog, mert nagyon sokfajta idegen megfordult ott, tehát rengeteg külföldi, rengeteg sokféle külföldi, hollandok, németek, olaszok, és így lehetett érezni, hogy honnan jöttek zeneileg, amiket kihernek zenét, meg minden. És hát mivel én annak idején már elkezdtem technozgatni, ugyanígy ilyen kis blokkokba építettem fel az estét, és hát a legkeményebb a technoblokk volt, tehát én azt imádtam legjobban. Hát a iszonyú milyen pörgés volt, tehát akkor a hollandok, németek, olaszok, kész. Szóval így megőrültem, szétesettem szó szerint. Ő volt az első, mondjuk voltak ilyen csalafinta dolgok, mondjuk lementünk a Flirtbe a barátaimmal, mondtam nekik, hogy gyerekek, van egy DJ Magyarországon, aki ezt az igazi, nagyon-nagyon komoly technót játsza. És ilyen kedv volt, vagy hétfő, vagy nem tudom, lejöttünk, hogy három Warburggal, vagy négyel, lementünk a Flirtbe, és már gyanús volt, mert a Serenata rapper indult az este, és aztán utána a végig Deep Purple, Hair, meg ilyen hasonló YouTube, ilyen zenék, meg is kiderült, hogy ez mi hétköznap, mivel sokan német rockzenét játszik, meg ilyen rappeket. És na, kicsit olyan furi volt a társaságnak a hangulat, hogy rákészültek erre, és akkor viszont mondta, akkor én ontottam el, gyertek vasárnap, hát vasárnap meg már szenzációs volt. Tehát mi volt az első ugye, aki, illetve az elsők között, nem mondhatni az első, aki elkezdte ezeket a zenéket játszani Magyarországon. Nimrét, ha jól emlékszem, olyan 93 magasságában a Flirtbe, akkoriban még vegyesen játszott Ringas Del, magad LGT-t, egy-két slágeresebb darabot, és ott láttam legelőször. 94-95 környékén volt az, amikor tényleg egy ilyen generációs váltás zajlott le így a szakmán belül, és akkor ez a korosztály, ami a mi korosztályunk az emivel, akkor került tulajdonképpen egy ilyen top pozícióba. A Budai Iminnél hallottam először azt, hogy szóltak ilyen happy hardcore zenék, meg house-ok, és emlékszem rá, hogy nem voltunk így egy ilyen szerda vagy csütörtöki napon a Flirtbe, és utána együtt lementünk Pátyra lemezboltba, ahol döngölt föl volt a Karásnak az anyja, és az ember ott árulta ezeket a nagyon érdekes olasz lemezeket. Aki emlékszik a Iminek a Techno House Classic első lemezére, azon van a Quench Dreams, azt tudom, hogy akkor együtt vettük azon a napon, ott a döngölt földi garázsban, és ez borzasztó nagy sláger lett később. Szóval után, hát felgyorsultak a dolgok. Tehát amikor itt tényleg közelebb kerültünk az elektronikus zenéhez, J.K. DJ, akkor rengeteg parti kezdett eljönni, mert ugye a zene mellett ezért bejöttek a szervezők is, akik láttak ebbe lehetőséget, és akkor már csak erre a zenére összpontosítottak, mint buli. És akkor rengeteg parti volt, nem csak Budapesten, hanem már országszerte mindenhol, és akkor ugye annak idején, akik ezt a zenét játszották és művelték, azokat hívták is. És akkor így elkezdtük járni így az országot. Így csináltak bulit, ilyen bulit, olyan bulit, és így beindult a nagy parti élet szerte az országnak. Ott volt a Darkside, ami ugye Flirt után következett, mint fixhely. A Darkside idejében, amikor végülis az volt az első meghatározó hely, ahol az Imre játszott, és igazán csak erről a műfajról szólt, amivel most is tevékenykedik. Én ott figyeltem fel az Imrére, sőt olyan szintre is figyeltem az Imrére, hogy egy időben még budai fan is voltam. Igazán szerintem, ami különös varázsa volt, az egy az, hogy az Imrék teljesen más arcokat mutatták, ami még akkor nem volt jelen Magyarországon, azt ők bevezették ott.
Ezáltal a közönség is egy teljesen új feelingbe érezte magát, és valószínű, hogy ez adta meg azt a sajátos ízét a Darkside-nak, ami akkor volt. Nagyon sokan jártak miatta, én emlékszem vissza, hogy mindenki Imre fog játszani, hányan volt, amikor nem jött el, mert valóban volt egy hatnia, és nem jött el, akkor teljes letargiában volt mindenki, hogy hú, nem jön az Imi. A Darkside-os idők azok fantasztikusak voltak. Régen a Flirtben, amikor kétnapos nagy bulik voltak, mindig az Imi zárta a bulit is. Emlékszem, hogy szinte senki sem volt annyira fontos, mint hogy az Imi megérkezzen végre, és ő bezárja a bulit. Már ráz is a hideg egy kicsit. Azok az idők fantasztikusak voltak. Aztán emlékszem, hogy jött az első hajós buli, az egy 6-800 fős hajós buli volt, alsósra indult a hajó, mert az Imi meghívott engem, akkor zárt körül volt, ha jól emlékszem, akárki nem mehetett föl is, az valami fantasztikus volt. Akkor a Balaton közepén nap felkelte, és csak róluk szólt az este, és olyan közönség volt, hogy egyszerűen élvezett volt velük együtt szórakozni, hát az valami felejthetetlen volt. It's like another fine day. Ha jól emlékszem, akkor először a mi albumunkra csinálta Imi a Nákcsi Attilával egy remixet, amiért cserébe nekünk is kellett csinálni neki, és amit mi csináltunk, mint Sonic Cage, remixet az Iminek, a Blue Nights at Beautiful-ban az annyira megtetszett neki, hogy szerintem már akkor így eldöntötte, hogy majd így a jövőben valamikor valamit együtt csinálhatnánk, és aztán 2000 vége fele meg is keresett engem Imi, hogy éppen nincs kivel dolgozni, neki meg nem volt otthon felszerelése, és akkor, hogy van-e kedvünk együtt valamit csinálni. Elindult a dolog, és akkor később jött, hogy ha már együtt zenélünk, csináljunk zenét, ha már zenét csinálunk, akkor mi lenne, ha kiadnánk saját magunk. És akkor szépen elindult, és akkor így megalakult az Egoist Records, saját kiadónk, amit ketten üzemeltetünk még egyelőre Viktorra, zenéket is csinálunk, és megpróbálunk keresni fiatalokat is, akik hasonlóan el vannak őrülve, mint mi, vagy meg vannak őrülve, mint mi. Az Imivel megvannak a közös gyökereink, mert azért én is tényleg, amikor elkezdtem így bulikba járkálni, akkor azért a funky, rap, hip-hop, ez nekünk közös gyökér, ez megvan. Imi átjön, odaülünk, és akkor abszolút nulláról elkezdünk valamit csinálni, de vajon is, hogy én elkezdek esetleg otthon egy groove-ot csinálgatok, ő átjön, megtetszik, neki is jön hozzá ötlet, akkor együtt tovább visszük, és az is előfordul, hogy ő otthon valamit a laptopján csinálgat, elhozza, és akkor abból csinálgatjuk tovább a dolgokat. Az Egoist Records az arról szól, legelőször is arról szól, hogy a mi saját zenéinket meg tudjuk jelentetni, ne kelljen más kiadókra várni, tetszik nekik a zene, nem tetszik, mi úgy gondoljuk, hogy dönts el inkább a közönség, vagyis a vásárlókör, és minket ebben ne akadályozon senki, ezért hoztuk létre elsősorban az Egoist Recordsot. Tudja, hogy játsszák egyébként más DJ-k is a zenéinket, ami szenzációs dolog, tehát nagyon jó dolog. Főleg, hogy megvan a kiadó, és eljutunk így a határikon kívülre is a zenéinkkel. Biztos, hogy megérti Füleket lel, és ugyanaz, amit a zene belőlünk kivált, elkezdett, hogy mások is átérzik ezt, és ugyanúgy magukra érzik azt a halmazást, amit képviselünk. Inkább zenén szeretek, mint beszélni. Nagyon nehéz őt kiismerni, és nagyon nehezen nyílik meg embereknek. Tehát van az a része a dolognak, amikor ő fölmegy és játszik a DJ pultban, és ő akkor teljesen megnyílik, hiszen elég sok DJ-t ismerek, meg elég sok művészt ismerek, nem csak Magyarországról, hanem külföldről is a munkámból kifolyólag. De az Iminél azt vettem észre, amit egy kezemben meg tudom számolni, még hány ilyen DJ-t látom. Tehát ő, amikor így közönséget lát, akkor konkrétan teljesen megnyílik, és így elveszti a fejét. És onnantól kezdve csak a közönség létezik számára. És ez a szimpatikus vonása, ez mit sem kopott az elmúlt 10 évben. Hát az emberi dolgok azok nagyon-nagyon fontosak nekem. Úgy érzem, hogy ez az igazán fontos lett a környezetem, a nyugiság. Hogy minden így normálisan menjen, kiegyensúlyozottan. Most ezt tartom egy fontosnak. De akármiben, tehát ezt szeretném elérni. Munkámban is, magánéletemben is. Az életem az édesapám egyértelmű.
hogy ő az, aki nem csak egyszerű édesapa, hanem ő egy ilyen barát is, meg tehát valami nagyon-nagyon jól meg tud beszélni, és ő nagyon-nagyon fiatalos. Teljesen büszke a fiára, én a lapura persze. Hát ő ezt nagyon szereti, egyébként ez így annyira természetesen veszi ezt a zenét, hogy ő ezt hallgatja a kocsiba. Szóval neki teljesen természetes. Hát mehet az ember, amíg a szíve viszi, meg így érdekességet lát benne folyamatosan, meg így új dolgokra fel lehet fedezni minden szinten, ha most csak a szakmánál maradunk, akkor ezt lehet csinálni végtelenségig szinte. Már évek óta, nem is tudom mikor volt az első közös fellépésünk. Mikor? Meg nem tudnám mondani, ez van az már 10 éve is. Hát és ahogy telnek múlnak az évek, ugye ő is korosodik, én is korosodom, de egy biztos, hogy amit benne is látok, hogy még mindig imádja csinálni. Izgulsz? Fú, nagyon, minden fellépés előtt. Ahhoz, hogy jó bulit tudjál csinálni, mindenféleképpen a technikai adottságok nagyon-nagyon fontosak, hogy az a zene, amit a DJ játszik, teljes elszántsággal, azok hallhatóak legyenek jó minőségben, hogy tényleg ott a partizók hallják a legutolsó kis barázda aljára fölrakott hangig, amit a DJ vagy a producer feltesz, hogy hallják azokat a hangokat, ne csak ilyen recsegés, ropogás, minőségtelen valami jöjjön ki, mert akkor az már fél siker, hogyha már van egy jó hangtechnika mondjuk egy klubban. Ez nagyon-nagyon fontos, tudom, tartom. És ha ez megvan, akkor onnantól kezdve már csak a DJ múlik, meg hát a közönségen, hogy mennyire lesz meg a kontakt. Nincs egyforma szettem soha. Azért van egy alapmag, ami sokkal-sokkal hosszabb ideig tart, mondjuk egy fél évig, szedve, de vannak olyan zenék, amik nagyon gyorsan cserélődnek. Zenéleg én úgy gondolom, hogy mindig nyitott volt az Imi. Nem kategorizálta be magát egy stílusba, hanem ha akart, akkor dippet játszott, ha akart, akkor keményet játszott. Szóval ez a nyitottság, ez nagyon fontos, én úgy gondolom, az Imi életében. Azt mondták, hogy a budai keményet játszik. Nem tudom, ilyen tekkes, tekhauzos, nagyon kellemes, táncolható, bulis zenéket játszik az Imre. Számomra az a jó zene, amikor meghallom, akkor azonnal bent érzem magam a klubba, és látom az embereket, amikor megőrülnek rá, és így lejátszódik az egész a zene és a közönség kapcsolata, hogy ez így működik. És hogyha ez megvan, akkor ez így számomra az egy oké, az egy oké zene. De ne, hát az Imit nem lehetem végig hallgatni, hát ő aztán tolja, mint az állat. Durva techno. Hiszek ezekben a zenében mai napig. Kész. Előrültek házam. Mi közönsége szerintem mindenképpen a fiatalabb közönség, illetve az a generáció, akik az egész magyarországi techno és klubkultúra kialakulásakor már ott voltak, azok közül nagyon sokan megmaradtak az Iminek, mint az Imi is úgy ilyen megtette az első csákányvágásokat annak idején, úgyhogy nagyon sok ilyen hűséges rajongó van, aki most már több mint 10 éve így követi az Imit. Nem azt mondom, hogy minden bulira, mert ezt azért egy bizonyos kor után nem lehet bírni, de nagyon sok régi arc van, akik eljönnek, főleg egy speciálisabb bulira. Hát az emberek mindenhol jó buliznak. A magyar közönség a szenzációs. Úgyhogy nagyon jó, hogy itt van játszani. Tudom azt, hogy egy jó zenével, egy jó felépített dologgal lehet maradandó lelki sérüléseket jó értelembe szerezni embereknek. És ez szerintem ez nagyon jó dolog, és komolyan. És ezt én állítom, hogy ezt mindenfajta dolog nélkül is ugyanúgy el lehet érni. Hogyha megvannak az embernek a rajongótábor, tényleg akik figyelemmel kísérik a munkáját, meg így megvan egyfajta kontakt,
ha nem is nagyon közvetlen, de megvan egyfajta kontakt, akkor az ember nagyon jól érzi magát. Ott igazán ki lehet bontakozni, ott igazán meg tudja az ember mondani, meg tudja mutatni a fogafehérjét. Ezt nem mindenhol lehet megtenni. Számomra létezik tehetséges, kitartó ember, aki a munkája iránt alázattal van, és tényleg szereti csinálni, és látszik, hogy ettől van készen. Meg van, aki nem. És ez nekem tök mindegy, most 50 éves vagy 10 éves, tehát teljesen mindegy. Itt a lényeg a hozzáállása. Így próbálom totál saját magamat adni. Tehát, hogy amit szeretek zenét, azt szeretném az embereknek is bemutatni. Így azt szoktam érezni, hogy amikor pont amit mondtam, hogy amikor a lemezboltba felrakok egy lemezt, és meghallgatom, és ahogy elképzelem, hogy ez a zene milyen jó lehet majd ott a klubban, ugyanezt próbálom igazából így bemutatni. És ezt elhitetni az emberekkel, hogy ez tényleg nagyon-nagyon jó zene. Nagyon sok fiatal így meg szokott keresni, hogy hallgassam a mix CD-jét, meg a saját zenét. Nagyon szívesen mindenkit meghallgatom. Persze nagyon sok esetben olyan zenék kerülnek hozzám, amivel én igazából nem tudok mit kezdeni, nem is az én stílusom. De mondjuk egy mixből azért ki lehet deríteni, akármilyen zene, akármilyen stílusban van, hogy az jó-e vagy nem. Tehát azért számít ki, meg lehet hallani. De így mindenkinek azt mondom, hogy így totál nyomuljanak. És a szó pozitív értelmében. Tehát nyomják, és ne adják fel, hogy igazán szeretik, és el szeretnének érni valamit, akkor így no leállás. Akkor csinálják csak úgy, ahogy így diktálja így az élet, vagy a szívük, vagy nem tudom. Ez a klub élet nagyon-nagyon jó. Nagyon jó. Az biztos, hogy a hétvégék azok, amikor eljön a bulis időszak, a klubozás, akkor teljesen feltöltődés van. Akkor így be tudok indulni, az így nagyon jó. Itt a vége, friss el vélem.